Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A figurák, vagyis egészen pontosan, a Shapes az ennek a sorozatunknak a következő epizódjához jutottunk el. Formák, csak eszembe jut, formák, figurák, majdnem egy kutya. És az előző adásunkban eljutottunk odáig, hogy igazából már elkezdtük készíteni magát a következő küldetésnek a figuráját. Ugye ez a kicsit ilyen hidas kinézetű, viszont ebben nagyon sok kell, tehát ilyen 20 000 mennyiség e-mailt van a dupla festés eléréséhez. Hát nem lesz egy rövid munka, viszont most ez alatt, amíg ugye összegyűlik ez a 1500, lehet csinálni az optimalizálást, mint folyamatot. Ugye első körben most mi azt csináltuk meg, hogy összeraktuk itt a rendszernek a... Ugye itt alul elkészítettük az újabb pár darabját, és akkor most ezt rá fogjuk most kötni a rendszerre. Viszont az már oda nem fog ráférni a kanyarok miatt. Innentől kezdve lejjebb kell mennünk, vagy azt ott lejjebb vittük, a többit pedig följebb visszük. Na, mindjárt kiderül, várj egy kicsit. Mindenképpen kell nekem ide egy alagút, hogy be tudjon mászni oda az alakzatom. Oké. És akkor még kettőt kell készítenem ahhoz, hogy meglegyen a... még igazából nem is megy olyan gyorsan, tehát itt mehet a leválasztás még. Így. És akkor azt fogjuk csinálni. Na várja, át kell látnom. Itt megy el egy. Szekundom. Várjál. Jó figurát csinálok, az a lényeg. Oké. Azt ott át fogjuk hidalni. Minden igaz. Inkább így csináljuk. Ez így működni fog. Ugye őt alulra kell bekütnünk. Nagyon jó. Jó, és akkor már csak fölülre azt a feladatot kell megcsinálnunk. Így. Tökéletes. Ide bemegy, kanyarodik. Jó. Töki. Működik. Ez ilyen puzzle műveltség megint. Na, és akkor nézzük meg, hogy tényleg úgy működik, ahogy gondolom. Igen, úgy működik, ahogy akarom. Tökéletes. Téged azt akarom, hogy ide rakjunk. Itt egyesítünk. És téged pedig itt egyesítünk. Opszika. Ez fájt. Pár alakzatot vesztettünk így. Még párat. Bátorka az egérpadon alszik, ezé van az a bénázás részemről.
most meg azért, mert nem forgattam. Na, tökéletes. Hát igen, itt azon hasal el a rendszer, nincs elég kör. Most is idáig, most azért készül így nagyobb mennyiség, mert nem a kör a baj, bocsánat, hanem a fehér festék. Az a baj, hogy itt a környékünkön, ahol most dolgoztunk, egymástól nagyon távol vannak a három szín egymástól, tehát itt nagyobb művészettel kell megoldani azt, hogy ide behozzuk a fehér festék problémát. Vagy várjál, keressük meg, hogy hol készítjük a fehér festéket. Itt készítjük a fehér festéket. Hát mondjuk itt, hogyha egy kicsit jobbá meg tudtuk volna építeni a rendszert, és nem arra összpontosítani, hogy a lila készüljön belőle, akkor meg lehetett volna oldani. Szerintem ez nem is kell ide. Képes fenntartani három egy ilyet. Azt mondtuk. Sok megy a... Igazából az a baja, hogy sok ide nem jut, és sok megy a... Mondjuk ebbe elég sok is kell egyébként, tegyük hozzá. Igazából a forma megépítéssel haladunk lassan. És ebből mennyi kell? Hát elég sok. Pont ez a színkeverés festés, amivel lehetőleg jobban járunk. Ez is már félúton van. Nagyon jó. Mondjuk most mindjárt kapok egy dupla színkeverőt, az lehet, hogy arra lesz dupla festés, lehet, hogy az arról lesz. Na várj, két dolog lehet ez a dupla festés. Az egyik lehetőség az lehet, hogy egyszerre kettő micsodát fog lefesteni nekünk. A másik lehetőség közben azt nézem, hogy mintha lett volna egy csúnya figura. Ebből nem látom át, bevallom őszintén annyira. Szóval vagy azt fogja jelenteni, hogy egyszerre két figurát fog lefesteni, vagy azt jelenti, hogy egyszerre két színezést hajt végre. Tehát megcsinálja először ezt a színt, tehát azzal a géppel tudjuk egy lépés, illetve azzal a géppel egy lépés alatt meg tudjuk csinálni a fehéret. Tehát itt most valamelyiket jelenteni fogja a kettőből, de hogy melyiket, ezt nem tudom. Szerintem ennyit nem kéne a lilára rávinni, illetve a festés részére, úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, téged ráküldöm téged is a rendszerbe, és akkor egy picivel több fog rád menni. Ez pedig ketté vál. Opa, másik irányba. Itt pedig ketté választjuk. Egy picivel több megy rá. Jól látom? Kicsivel több megy rá. Hát még így is úgy tartunk, hogy gyakorlatilag kell a fehér. Festék. Még mindig az a baj. Mondjuk innen hol van a piros? Áj, de messze van.
vagytok vele, de ez kemény. Nehéz feladat lesz ezt itt megtalálni. Igazából lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy itt van egy jókora nagy területünk. Mondjuk amennyit itt elhozunk a trapéz... Jó, a trapéz egy ideig megvan oldva, azt kijelenthetem. A trapéz egy ideig megvan oldva. Ebben a rendszerben, sőt, már túl is nyomjuk. Tehát ez olyan jól megcsinálta a dolgokat, hogy túl is nyomjuk a trapézt. Majd le is lehet belőle válogatni, sőt, egyébként még itt is. Ja nem, ez nem trapéz, ez csak csillag. Jó. Akkor szerintem ugyanilyen túlnyomott megoldással kéne megoldani a színeket. Akkor csináljuk azt, hogy innen indul egy piros volt, egy kettő, három vonal, az sajnos önmagában ott fog maradni. Vagy rányomjuk ide negyedikként, és rögtön azzal kezdjük, hogy ketté választjuk, és akkor rögtön az lesz belőle, hogy... És akkor négy festék fog indulni. Négy piros. Most itt egy univerzális, nagyon-nagyon erős vonalú fehéret fogok itt most majd csinálni. Azon gondolkodom, hogy most ezt én felhasználom itt ezt a részt. Ha kell a csillag, itt beszerezzük. Tehát az most menjen a kukába. És még a negyedik. Tökéletes. Nagyon jó. Na, és egy ilyen lásson el kettőt. Az legyen a feladata. És valahogy úgy szeretném megcsinálni, hogy lehetőleg azért ne az legyen, hogy... Mert ezt kitalálom, hogy lehet megoldani úgy, hogy lehetőleg azért helyet is spóroljunk vele. Kettővel megálmodom a dolgot. Az a szerencsénk, hogy mindegy, hogy hova fut be az adott festék. Ez a zöld lássa el ezt. Oké. Ez a zöld, lássa el ezt. Kettőt. Ami bejön piros, az itt alagutazzon. Itt alagutazzon. Lehet, hogy az fog kelleni, hogy itt kell alagutaztatni. Kettőt nyom, ez nyom egyet, várja, itt az a baj, hogy nem fog, várja, de oké. De az a probléma, hogy fog ide jönni. Megoldás egyszerű, egyenlen jön kell az egészet.
kézenfekvő. Oké. És akkor ennek az alagútja itt lesz kint. Itt válogatjuk le. És ugyan, várja az a kérdés, hogy ugyanezt meg tudjuk-e még egyszer csinálni. Helytakarékosabban. Hát igen, most a következő epizódokban tényleg az lesz, hogy optimalizálás, és itt ez alatt gondolkodás lesz nagyban. Mert azt szeretném megcsinálni. Várja, közben bevezethetjük a pirosat. Én azt gondolom, együtt ér el legalábbis. Egyik ide, másik ide. Tökéletes, abból kapunk egy sárgát. Jó, kettő festés beindult. Igen, szerintem egyenként, hogyha most én most megcsinálom ezt, akkor... jobban át fogjuk látni a dolgokat. Ha beutaznánk. Hát nem, egyelőre megcsináljuk így, aztán meglátjuk, hogy kell-e használnunk a trapézt. Maradjunk így. Oké. Harmadik sárga kör. Csináljunk egyet. Így jelzem, hogy kész a harmadik negyed. És akkor jön a negyedik negyed. Megcsinálni az útját. Legyen itt számomra egy kicsit bonyolultabb rész is. Itt meg a pirosat visszük a középre. Jó, giga mennyiségben fog most a fehér festék készülni. De hát ezt is akarjuk, hogy giga mennyiségben készüljön, mert ez most már nem állapot, hogy a legtöbbnek fehér festék fog kelleni, és egyszerűen nincs. És akkor négy vonalban készül a kéknek is az út. Kettő. Hogy csináltuk az itteni négyre? Úgy csináltuk, hogy ő kettőt lát el. Akkor legyen úgy. Ezt meg pedig fölfele visszük. Oké. Okay. Jó. És akkor színezés. Egy, kettő, három.
kicsit átláthatóbb rendszert szeretnék, illetve építek most ki. Azt, hogy ide fut be a kék. Akkor legyen az, hogy legyen alagútja. És akkor feladatunk egyszerű, innentől kezdve be kell vezetni mindent. Hopszika! És pont jó lesz. Pont működőképes lesz. Jó, mindegyik elkészítette a fehéret. Oké. Akkor van most már négy erősságú fehérünk. Szerintem még ebből lehet kettőt, illetve leegyszerűsíteni kettőre. Én még azt mondom, hogy szerintem négy sorból mehet kettő. A nagy kérdés, az lesz, hogy hova, egyelőre most hova küldenék én ilyen festéket. Nyilván első körben az egyik ilyen aorta szálat, azt mindenképpen erre szeretném ráküldeni, is vagy. És akkor mindjárt kiderül, hogy ezzel mennyire sikerült meggyorsítanunk a folyamatot. Hát most nyilván most nagyon sok indul be. Hát igazából szerintem ez most nagyon be fogja indítani a fehéret. Olyannyira, hogy igazából nem, ez az egy ellát egyet? Nem, most már leállt, jó van. Oké. Hát most már csak a formakészítés művelete az, ami a lassú, innentől kezdve. És igazából még az is van, hogy igazából nem is kell ennyit rátolnunk erre. Na, hol van még festék fehér? Még erre lefele van a fehér. A kérdés az, hogy itt is a fehér festék okozza a gondot. A válasz az, hogy igen. Ez a baj,
hogy itt viszont nem ordottuk meg egy körbe az egész fehérfestékes ügyeletet. Ez még szerintem a legelső ilyen fehérfestés. Igen, ez még a legelső, amikor még így igazából nem gondolkodtunk azon, hogy hogy lesz belőle. Ahol már egy kicsit így átláthatóbb a fehér festék készítése, oda kéne vinnünk. Csak a kérdés, hogy hol van még ilyen. És látom, hogy itt fölfele megyünk, itt van. Jó, és itt egy irányba megy a dolog, tehát egybe megy a dolog. Magyarul ide lehet küldeni. Nincs nagyon messze. Mindjárt el fogjuk használni egyébként ezt a fehér festék mennyiséget, amit így most kaptunk ettől a művelettől. De még mindig bírja a rendszerem. Az a komoly. Még mindig bírja a rendszerem. És akkor most megnézzük, hogy igen, így már beindult ez is. Megint az van, hogy ilyen lassan készítjük itt el. Akkor vedd le a terhet egy gépről. Legyen két gép által készítve a dolog. Jó. Ennyi vért bele a mai adásunkba, úgyhogy innen folytatjuk a következő alkalommal. Addig is, sziasztok!